No, megyünk tovább, ez már a Start Plus rovatunk. Itt van velünk a stúdióban, mert hogy egy fantasztikus kiállításról fogunk beszélgetni. Az egyik kurátorunk itt nem a miénk, hanem a kiállításnak a kurátora a Balázs. Jó reggelt kívánok. Reggelt kívánok! És maga a művész úr, akivel már mi szerencsére többször találkoztunk itt Igen. a stúdióban, és me megint ugye abban bízom, köszönöm, hogy jól mondom, mérülök. a festőművész úrnak a nevét, vx Igen, köszönöm. Jó reggelt köszönöm. 10 nyílt a kiállítás, ami egészen január 5-éig látogatható a Pesti Vigadóban. Milyen típusú kiállításról van most szó? Egy pici kiigazítás, mert ez nem egy Le, kiállítás, hanem tört. kettő. De egy térben van. Igen. Az egyik egy fantasztikus történeti áttekintés, kor történetek a címe, ezt Kínából kaptuk, és ez az elmúlt 70 évnek egy ilyen történeti áttekintése. Kínai fotoriporterek, fotoművészek készítettek 40 felvételt. Egy fantasztikus ív, aminek az első képe 1951-ben készült, és az utolsó pedig most az elmúlt években. A kínai fejlődést tekinti végig, tehát kínai fotográfusok anyagával. A másik kiállítás, amiben Vejnek óriási a szerepe, mert Vej nem csak mint művész, hanem tulajdonképpen mint mecénás, mint donátor, mint szervező ebben óriási a szerepe. Évek óta folyamatosan utaztat ki Kínába a magyar fotográfusokat. 2013 óta. És a magyar fotográfusokat elviszi különleges kínai helyekre, városokba, földrajzi körülmények között. Közé, és egy ebből készült magyar válogatás, a másik anyag, amelyen kilenc magyar fotográfus vesz részt, valamint négy kínai, az egyik ő maga. És ha még vejről egy mondatot, itt, itt egy kicsit színezve, de csak a tények alapján, hogy ő kitűnő festőművész. Tehát yeah. yeah. festőként végzett, de fantasztikus fotós. És a különleges a kiállításon, hogy ő az egyedüli, akinek a munkáinál a fotóiba ő bele is festett. A többiek kizárólag fotókat állítanak ki. Tehát ez a két kiállítás együtt a kilenc magyar kitűnő fotográfussal és a négy kínaival így egy mai áttekintést ad a kínai. Ezekről a szakmai utakról hadd kérdezzem, rettentő kíváncsi vagyok, magam is sokat járok Kínába, és érdekelnek a közösségek, a városok, a falvak, ahol járok, és az lenyűgöző táj, ahol kirándulni szoktam. Amikor elviszi a magyar fotósokat, mi az, ami ilyen inger leginkább éri őket az ön révén. Emberek, struktúrák vagy a táj? Há, inkább emberek, mert táj az nehéz lehet különböző mondjuk Magyarországon, Európa vagy Kína. És ember akkor azonnal már érzik ez a Kína. És is szempontból mondjuk az ember jobban először is. É, és... Tehát akkor ez azt jelenti, hogy inkább ilyen portrékat, emberi portrékat? Forduló doc dokument. Film, igen, dokumentek. Festeni vagy fotografálni, fotózni szeretnék. Mi Ezek a téma Az a fo nem... Fotózni. A fotó, a fotó, fotózni. És fotó. nekem magám akkor a fotóra a festeni. Én a magára, a igen, a igen. Vagy a a technika, igen. Értem. Még azt mondjuk el, hogy kiknek az alkotásait, ugye ezt mi is megkaptuk, lehet látni. Hajdú József, Somogyi Márk. az Így van, igen. Ő is volt nálunk, nem? A Xuxon. Igen. Nem én. volt nálunk? Vendég? Itt szerintem volt Ott, nálunk. lehet, igen. igen. A József. Igen. Átolt József, Simonyi Balás Imre, hát és még sokan mások. Alapvetően, amikor, bocsánat, mondja a gondolatát, nem, hogy nem, mert amikor művészeti dolgokról szoktunk beszélgetni, vagy mondjuk kiállításról, színházról, akkor mindig megszoktuk kérdezni, vagy a íróktól például, hogy kiknek ajánlanak egy művet, egy kiállítást. Ez a kiállítás kiknek szól leginkább? Én azt gondolom, hogy a legszélesebb érdeklődő közönségnek, és akit általában érdekel, hogy ez a fantasztikusan messze lévő a milyen művészeti eredményeket tud most produkálni, ugye általában most gazdaságról, csúcstechnikáról van szó, ha Kínát emlegetjük, és ez a művészeti produkció, amit most itt mind a kínaiak, mind a magyarok elénk rendkívüli. Annyiban nem akarok vitatkozni velje, csak én úgy érzem, hogy a művész kollégákat a természet is legalább annyira vonzotta, és a történelem, és a építészeti környezet ez egy külön téma, tehát ugye a, a kulturális gyökerek, de nagyon Érdekes a mai Kína, és ami, ami a fotósoknál izgalmas, hogy a történelem és a mának ez a egész rendkívüli találkozása. Ugye a felsorolt fotósok között van olyan, aki igazi szociófotós, mint Benkő Imre például. Megegyezném, hogy nagyon izgalmas, hogy a kilenc fotósból legalább hárman csak fekete-fehér fotókat állítanak ki. Tehát, hogy ma is ebbe a színes világban is ugye elképzeljük, hogy milyen fantasztikus Igen. színes ez a Kína. Mégis nagyon izgalmas, hogy ketten hölgyek a fotósok közül, és mind a két magyar fotós fekete-fehérbe kevés szín ennel dolgozik. Govács Melinda álomszerű képeket tár elénk, kömüves dokumentum dokumentumfotók, de fekete-fehérbe. És ugyanakkor kibontakozik ez a nagyon színes világ, aminek az említett Somogyi Márk az egyik végletem, hiszen ő majdhogy nem abstrakcióba a felismeretetlen falakat fotografál, tehát egy ilyen nagyon széles, ugyanakkor az ember Zsolt rengeteget járt, és mind a természet, mind a kultúra, a zsáner, az életképeknek a fontos az nagyon fontos ebben. Elfogyott az időnk, de nagyon fontos, hogy még egyszer elmondjuk, hogy január 5 ig a Pesti Vigadóban a kínai-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulója előtt tisztelgő kiállítást megnézheti a legszélesebb közönség, ahogyan a kurátor mondta. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönöm szépen. szépen. Köszönjük.